egy ilyen rendhagyó rendezvényt terveztem, ahogy én ezt írtam is már, aki megkapta levélben, hogy nem műsorral lesztek itt most elszórakoztatva, hanem a mi kis közös gyermekünkről fogunk beszélni, és rólatok. Megkérem Beli Róbertet, hogy mondjon egy kis véleményt erről a kötetről. Szeretettel köszöntök mindenkit én is. Köszönöm a felkonferálást. Ugye erről van itt szó. Erről a kötetről, amelyet megelőzött egy kezdeményezés, egy igazán remek kezdeményezés a Zsófia részéről, hiszen kiírta ezt a pályázatot, amelyen részt vettetek, és így ezáltal bekerülhetetek a könyvbe. Én azt mondom, hogy a mai világban, ahol általában inkább a kultúraellenesség divat, sajnos ezt kell, hogy mondjam, egy ilyen dolog, hogy eljutottatok arra pontra tényleg a Európai segítségére, hogy a alkotásaitokat egy kötetbe látjátok, viszont ez egy nagyon remek dolog, főleg úgy, hogy többségetek hajlom tényleg nem a profi szinten űzi úgymond ezt a foglalkozást, bár ugye nyilván ez sok utál előttetek, és bárki profi szinten is tudja majd is ezt a dolgot. Egy dolog ez, hogy könyv, de azért a nagyobb célom az, hogy fogjunk össze és legyen ebből egy nagyon jó kis csapat, tehát ez egy közösségépítés, mert azt megírtam mindenkinek, hogy több mint 120 önálló kiállításom volt már, 1600-nál több képet adtam el, tehát több van, nem annyit adtam el, és a kiállítás megnyitóimon nekem mindig olyan furcsa volt, hogy engem ott bemutattak, mindenki nézett, és tapsolt és elment haza. Azt mondtam, hogy akik eljöttek az én kiállításomra, nyilván van valamilyen közös tulajdonságunk, ami által érdemes lenne, hogy megismerjék egymást. Úgyhogy a legutóbbi kiállítás nagyon, az legyen szíves, maradjon itt, aztán többre rakjuk így a székeket, és bemutatkozunk úgy egymásnak. Ez így kezdődött, és azt gondoltam, hogy ha egy ilyen könyvbemutatót megszervezek, akkor szinte csak ez erről fog szólni. Hát Tóth Ilona került az első oldalra, sőt, hát ha látjátok, akkor a borítónak és egy kis miniatúrában az első oldalra került. Úgy gondoltam, hogy ez a könyv nézzen úgy ki, mint egy kiállítás, tehát a képek legyenek bekeretezve, mivel nekünk kiállításom volt sok, én kiállításban gondolkodom. És a kiállításaimon mindig tettem kiírást, van, amikor verset. És ezt észrevettem, hogy ezt a kettőt úgy szeretik az emberek együtt. Nagyon jól érezték magukat, és ezért ez egy olyan kiállítás, amit én készíteni szoktam. És mondom, ha virtuális a dolog, akkor legyen ez a bejárati kapu. Itt mutatja azt, hogy majd képeket látunk. Tehát ez a kapu, megnéztük a kiállítást, becsukjuk a hátsó kaput, és távozunk. Ez így történt. Na most a rajzokról általában, aki bekerült, az valamiért nekem mindegyik tetszik. Tehát mindegyiket nem tehettem a borítóra, úgyhogy ebből aztán sértődés ne legyen, és mindig azt írtam, azt hiszem levélbe, hogy ez nem rivalizálásért szerveződő. Akinek problémája van a színvonalunkkal, az kilép magától, vagy megmondjuk neki. Tehát egymás munkáját becsüljük meg. Azért esett a választásunk a Tóth Ilonára, nem is egyedül jöttem el, mert hihetetlenül szokatlan és nagyon érdekes kompozícióval készült erre a kiállításra, vagyis erre a pályázatra. Hát kiállítás. És ha jobban megnézitek, akkor egy klasszikus csendéletből indul ki, és ahogy futtatja a szemet távolabb, átalakul emberré, tájá, tehát egy mindent magába foglaló alkotás, és csak nézni lehet és csodálni. Most, ahogy ide értek, én szeretném átadni a fődíjat,
amit Tilonak a kukorról van szó, nem tudott eljönni. Nem tudott eljönni. A véletleneknek az érdekessége, hogy én már tudtam, hogy ez lesz a fődíj, amikor még nem volt kiválasztva. Most kiválasztottuk, amin nagyon-nagyon sok körte van, és ha jól megnézzük, itt is van egy körte alak, erre is megmutatom. És mi a címe vajon? Kilépés. Hát ezen a képen nem ez történik? Ugye kilépünk a kics közeli tárgyakból, a távoliból. Úgyhogy ez biztos, hogy neki készül. Gratulálok! Ágoston Dálta vagyok, Szegeden élek. A rajzolás az gyermekkorom óta végigkíséri az életemet. Nagyon erőteljes érzelmi kifejezést látok ebben a rajzban. A szerkesztése is nagyon jó a képnek. A vonalvezetése az arcnál könnyed, és talán az árnyékolásnál lehetne még egy picit fejleszteni, hogy de csak a képnek a mellékes dolgainál van egy pici javítani való talán az árnyékolásban, de az összes többi, tehát a fő motivum az csodálatosan van odatéve. A bíbor Kata jelen van. Az ő idézetét tettem a rajz alá. Csak annyit, hogy nevet. Én örülök, hogy a te rajzod alá került a verset. Tehát valahogy így képzeltem el, hogyha ha valami alá tettem volna a versemet. Nyíregyházán élek, és nagyon egyszerű foglalkozásom van eladóként, tehát emberekkel foglalkozom. Amikor megláttam Nagy László portréját, hát szóval a szívem megdobban több szempontból is. Először is hát az ábrázolás az lenyűgöz, másodszor Nagy Lászlót imádom én is, és hát olyan könyvetre készülünk ugye, amiben azért mégiscsak versek vannak, és a Nagy László ott,